születéstemplomában meggyújtott, a szeretetet és békét szimbolizáló, a településünk templomaiba, családjainkhoz eljuttatott, karácsony napjáig égő láng, összekötő kapocs, közösségeink, családjaink számára. Amikor pedig megszületett Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és ezt mondták: hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. Legyen ez a láng, amelyet ma ide közénk hoztak, a mi szeretetünknek, Krisztusnak és egymással való összetartozásunknak a jele. Áldja meg mindazokat, akik elviszik otthonaikba ezt a lángot. E láng mellett, amely hordozza a világosságot, a világosság szimbólumát, érezhetjük az érkezésekor és a tovább adásakor Jézus szavából rejlő erőt, amelyet megragadhatunk és tovább vihetünk. Így nyíljanak meg a szívek, és így nyíljanak meg a karok ölelésre az adventi időszakban, az ünnepen, de az ünnepet követő időben egyaránt. Itt élő testvérek, áldjon meg benneteket a mindenható Isten. Ő tegyen titeket hitelessé, tegye az ünnepeteket őszintévé, teljesi a családban, teljesi a kapcsolataitokban. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, aki Atya, Fiú, Szentlélek. Amen. Menjetek el csak gyorsan a városba, ott találjátok Jézus tajászolva. Nagy karácsony éjszakáján, Jézus születése napján. Ma örvendjünk, ma vigadjunk, ma született kis Jézusunk. Ma örvendjünk, ma vigadjunk, ma született kis Jézusunk. Nem vagyunk mi vallók, szent és vászolvány. Ennek a házi gazdának
kicsike vagyok, a fogaim nagyok. Megtöröm a diót, csak sokat adjatok. A kerekedik.